Esernek és búna, egy most ne adjunk. Van is miért vigadnia a medinaiaknak. Az óvoda és a bölcsöde átépítése és megújítása mellé egy közösségi tér is kialakult. A településen évek óta közel azonos gyermek születik, mint ahányan meghalnak, így azon kevés falvak közé tartoznak, ahol nem öregszik el a lakosság. Az építkezés a területi operatív program pénzügyi forrásaiból valósult meg. Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke azt emelte ki, hogy a megye megközelítően 25,5 milliárd forint fejlesztési támogatást tudott nyújtani a települések fejlesztésére. 64 ilyen projektgazda folytathatja már a beruházást, 18 pályázati tengely volt, 18 fajta pályázatra lehetett pályázni ezen az Európai Uniós forrás eszközön, és összesen a megyében 146 darab projekt kapott zöld utat a bírálóktól. A beruházás 114 millió forintból valósult meg. Vén Attila polgármester terveiben további közösségi terek kialakítása vagy felújítása szerepel, így rövidesen a művelődési ház és a könyvtár is korszerűsödik, mert ahogy fogalmazott, igény és a tervek is megvannak ezek megtöltésére, működtetésére. Az önkormányzat melletti egyházépület és már közösségi tér lesz, úgyhogy ővelük is összedolgozva a jövőbe tudunk egy egész busznyi embert eladhatni, illetve olyan programokat szervezni, ami ilyen 40-50 fős csoportok többnapos ittlétet biztosítani. Az ünnepélyes szalagátvágáson ezúttal a protokoll mellett a gyerekek is szerephez jutottak, jelezve birtokba vették az új óvodát.